Máriának a kérdése, hogy ő egy teljes lakásfertőtlenítést szeretne egy betegség miatt, tehát padlótakarítás, bútorszövet, mosógép, mosogatógép, ruhák, ágyneműk, mindent szeretne fertőtleníteni. Igen, nagyon helyes. Következő a helyzet. Az a jó hírem, hogy a saját otthonunkban a különböző baktériumokhoz már hozzá vagyunk szokva. Tehát én nem vagyok annyira híve a totális fertőtlenítésnek, de természetesen adott esetben néha-néha ezt meg kell tenni, és természetesen például ilyenkor... Például ilyen egy ilyen betegség. Így van, és akkor nem árt, hogyha rendelkezésre állnak bizonyos termékek, amik fertőtlenítenek is. Én mindig az AdHand készfertőtlenítővel kezdem a sort, hiszen hazamegy valaki tömegközlekedésnél, stb. Megfertőződött esetleg, akkor kezet tud fertőtleníteni, gyakorlatilag ezzel el tudjuk kerülni a fertőzések nagy részét. Én még a hajamat is szoktam vele fújni, ilyen hajszeszként is. Hajszeszként, ettől lett ilyen dús. Ettől lett ilyen dús a hajam, így van. Így van. Ezen kívül tudom ajánlani a fertőtlenítés mosogató és tisztítószert, amivel gyakorlatilag könnyedén lehet mosogatni, egy a százba kell hígítani, tehát nagyon gazdaságos. Bár folyóvíznél otthon ez azt jelenti, hogy a szivacsra kell egy keveset rakni. Így van. Nagyon nagy előnye egyébként, hogy a szivacsban lévő baktériumok is ottan elhaláloznak. Tehát ugye a háztartásban használnak szivacsokat, ez az iparból már ki van tiltva. Nem véletlenül, mert gyakorlatilag ez egy baktérium tenyészet. Sokkal jobb, hogyha valaki mosogató kefével mosogat. Ez egy nagyon fontos dolog. Amit tud még ez a termék, hogy ez egy általános fertőtlenítőszer is, ami azt jelenti, hogy a padozatot is simán le tudom vele fertőtleníteni. Ha valaki nem szereti a klórszagot, akkor ez egy nagyon jó termék választás. Csempét vagy bármilyen szilárd vízálló felületet. Így van. És nézzük ugye, itt van a klóros tisztítószer, amit nagyon-nagyon szeretünk, hiszen WC fertőtlenítésére tökéletes. Ugyanígy a padot is le tudom vele fertőtleníteni, mosógép fertőtlenítésre pedig kiválóan alkalmazható. Vagy bármilyen penészelésre. Van külön penészölőnk is, viszont ez egy töményebb anyag. Így van, ez töményebb. A penészölőnk is itt van valahol. Ez gyakorlatilag egy hígítós flakon, amivel, hogyha behígítom, akkor ugyanazt érem el, mint hogyha a penészölőt venném meg külön, ami itt nagyjából volt valahol. Így néz ki. Itt volt csak penészölő van ráírva. De most elbújt. A lényeg, hogy ennyit a klóros tisztítószerről. Mi van még? Az alkoholos fertőtlenítő. Na most ugye az alkoholos fertőtlenítőnek nagyon nagy előnye, befújjuk a felületet, megvárjuk az 5 perces hatásidőt, papírtörlővel letöröljük, és gyakorlatilag minden elpárolog, nem marad a felületen semmi. Gyakorlatilag utána élelmiszer előkészítésre is lehet használni a felületet, ezt az élelmiszeriparban food contactos terméknek hívják, tehát gyakorlatilag ezt a kritériumot is tökéletesen teljesíti. Nagyon de ez jó egyébként szövetre is, vagy bármire, ami... Így van, egyébként szövetre is rá lehet fújni, hiszen elpárolog, nem fog foltot okozni. Kivéve akkor, hogyha közvetlenül ráfújjuk a foltra, akkor az lehet, hogy szétúsztatja. Tehát én azt tudom javasolni, hogy először ki kell egy kárpit tisztítóval tisztítani gyakorlatilag a szövetet, vagy az általános tisztítószerünkkel, és utána alkalmaznám kicsikét távolabbról befújva, és úgy kell hagyni, gyakorlatilag 5 perc után ez kipárolok belőle. Egyébként ez a tipikusan az a termék, aminél érdemes leszedni ezt a habosító fejet, mert ez habosodni úgyse fog, és így jobban szétpermetezi. Tehát nem egy sugárba fog jönni. Így van, ha géppel szeretnénk a szövetet kitisztítani, akkor itt van a gépi padozat és szőnyegtisztító, ez tökéletesen alkalmazható, illetve van az általános tisztítószerünk, amit most nem találok valamiért. És itt van az általános tisztítószer, végre megtaláltam. Annyi termékünk van, ezek képesek elbújni, a kis huncutok, de most megvannak. Gyakorlatilag 1:5 vagy 1:20-as hígításban az általános tisztítószer tökéletesen jó a szövet tisztítására. Ez habzik, tehát gépbe ez nem alkalmazható. Ha géppel szeretnénk, akkor pedig ezt tudom ajánlani.